Dél-Irak kietlen veszélyes sivatagában bármelyik pillanatban pusztító homokvihar keletkezhet. Ezen a napon azonban másféle vihar tör ki. Szüntelenül tüzelünk a tankokra. Látjuk a becsapódások robbanásait. Döbbenten néztem bele a parancsnoki távcsőbe. Ekkor először elismeréssel adóztam az ellenségnek. Az Egyesült Államok második páncélos felderítő ezrede összecsap az iraki köztársasági gárda Tavakalna hadosztályával. Nagy harcosoknak tartották magukat, akiknek kötelességük, hogy harcoljanak. Sőt, meg is halljanak azért, hogy mások élhessenek. Két tank hadosztály vív csatát a sivatag egy olyan eldugott szakaszán, amelyet csak a térképészek ismernek. Így zajlott a keleti 73-as csata. Valószínűleg ez volt a 20. század utolsó nagy tank csatája. A legnagyobb tank csaták. Csata a sivatagban. A szaúdi-iraki határ. február 14. Amerikai tankok vonulnak a szaúd-arábiai sivatagban az iraki határ felé. Egy nemzetközi haderő részeként a küldetésük egyértelmű. Ki kell űzniük Saddam Hussein iraki hadseregét Kuwaitból. Az irak-iráni háború után Saddamnak két nagy problémája van. Az egyik az, hogy egy hatalmas hadsereggel rendelkezik, aminek nincs mit csinálnia. A másik az, hogy a háborúban szinte megsemmisült az iraki gazdaság. Saddam Husseinnek pénzre van szüksége, tehát mit tesz? Természetesen a legkézenfekvőbb megoldást választja. Kirabolja a szomszédos aranybányát, Kuwaitot. Az iraki hadsereg 36 óra alatt lerohanta az olajban gazdag emirátust. Saddam figyelmen kívül hagyta az ENSZ azonnali visszavonulást követelő felszólításait. Az ENSZ amerikaiak által vezetett 620 ezer fős szövetséges hadserege egyértelművé tette, hogy a diktátornak távoznia kell. Saddam rájött, hogy óriási túlerővel áll szemben. De az Egyesült Államok gyenge pontját abban látta, hogy nem hajlandó emberéletet áldozni. Azt hitte, olyan lesz, mint az iraki-iráni háború. A sok áldozatot követelő összecsapásokban az amerikaiak előbb fújnak visszavonulót. Saddam stratégiája tehát az, hogy a lehető legtöbb veszteséget okozza az amerikaiaknak, miközben ő maga igyekszik védeni a saját haderejét. Az iraki haderő nagy részét hadrendbe állítja. A 66 hadosztályból 51-et küld a frontra. Saddam 16 gyalogos hadosztályt és két páncélos hadtestet vezényel a szaúdi határhoz, hogy feltartóztassák a szövetséges erőket. Legjobb harcosait azonban későbbre tartogatja. A köztársasági gárda 8 hadosztálya, 1000 harckocsi és 120 ezer ember várakozik arra, hogy nagy erejű ellentámadást mérjen, és súlyos veszteségeket okozzon a szövetséges erőknek. Az irakiak számára ez volt az egyetlen lehetséges védekezési stratégia, amit végül alkalmaztak is. A gond csak az volt, hogy a szövetséges erők nem az ő szabályaik szerint játszottak. Nem hitték el, hogy a szövetségesek képesek lesznek tovább vonulni nyugat felé. Azon a területen áthatolhatatlan sivatag található. Azt gondolták, hogy az amerikaiak számára ez legyőzhetetlen akadályt fog képezni, hiszen itt maguk az irakiak is már többször menthetetlenül eltévedtek. Csak egy valamivel nem számoltak. A szövetségesek vadonatúj technológiájával, a GPS-szel. Ez volt az első GPS háború. A műholdas technológiának köszönhetően a szövetségesek az iraki védelmi vonalat megkerülve behatolnak az iraki területekre, ahol megtámadhatják a védtelen jobb szárnyat.
13 órakor az Egyesült Államok 7. hadteste átlépi az Irak és Szaúd-Arábia határát képező homokdűnét. Egy pszichológiai egység haladt elől. A 25 ezer wattos hangszóróknak az volt a rendeltetési céljuk, hogy megadásra szólítsanak fel mindenkit. Én a valkürök lovaglását játszottam velük, miközben átléptük a határt. Érdekes látvány, de valójában nem volt ott semmi. A mi egységünk északi és keleti irányba haladt, de csak elvétve láttunk ellenséges mozgást. Belefutottunk néhány felderítő egységbe, akik leadtak ránk néhány lövést, de hamar feladták. A 7. hadtest páncélosai egyre mélyebben hatolnak be iraki területekre, de csak lépésben haladnak. A parancsnokok óvatosak, gyakran rendelnek el megállást. Úgy döntöttek, az lesz a legegyszerűbb. Ha az észak-déli irányban futó hosszúsági körök koordinátáit használva ellenőrizzük a haladási irányt. Szinte lépésben haladtunk. Szammogtunk, nem volt az vonulás. Nagyon lassan jutottunk előre. Mentünk néhány métert, aztán megint megálltunk. Egy 50 tonnás, fegyverekkel megrakott tankban ültem, amivel 60-nal, 70-nel is mehetnék, és azt mondják, hogy álljak meg. Az ellenség arra van, gyerünk! Semmit nem láttunk magunk előtt, így szabad szemmel nem értékelhettük a helyzetünket. Nem volt velünk se Patton, se Rommel, aki azt mondta volna, halljuk, őrnagy, mit javasol? A második nap végére a stratégiába foglalt meglepetés elem elveszett. Az irakiak megértették, hogy az amerikai 7. hadtest elvágja és bekeríti a kuvaiti csapataikat. Az iraki hadvezetés ekkor mutatott először némi kompetenciát. Megértették, mi történik. Látva, hogy az amerikai páncélos egységek milyen könnyedséggel törtek be az iraki területekre, és semmisítették meg a helyi alakulatokat, azt is tökéletesen felmérték, hogy ha meg akarják állítani az amerikaiakat, változtatni kell a stratégiájukon. Nem működik az a taktika, hogy a leggyengébb, könnyen pótolható csapataikat dobják oda koloncnak, míg a profi egységeiket megkímélik. Kénytelenek lesznek a legjobb katonáikat bevetni az amerikaiak ellen. Az iraki védelmi vonal Kuvait északnyugati határánál húzódott 90 km hosszan. Az iraki köztársasági gárda 2 gyalogos és 2 páncélos hadteste védte a vonal északi felét. Délre pedig, vagyis az előre nyomuló amerikaiak útvonalába Saddam páncélosainak krémjét vezényelték. A köztársasági gárda tagjai nagy harcosoknak tartották magukat. Irak elit csapatának, akiknek kötelességük, hogy harcoljanak. Sőt, meg is halnak azért, hogy mások élhessenek. Tiszteltük őket. Tudtuk, hogy képesek komoly veszteségeket okozni. És azt is tudtuk, hogy sokan vannak. Sok tonnányi fegyverük volt, amit komolyan kellett venni. Aggasztottak bennünket a harckocsiaik. Leginkább a T-72-es tankoktól tartottunk. A szovjet T-72-eseket Babilon oroszlánjainak is nevezik. Ezek képezik az iraki páncélos hadtestek gerincét. A 125 mm-es ágyúja képes megsemmisíteni egy 1800 méterre lévő célpontot. A 41 tonnás monstrum páncélzata helyenként 30 cm vastag. Mégis az óránkénti 60 km/órás sebesség sem okoz neki gondot. A T-72-es a világ egyik leggyorsabb és legpusztítóbb tankja. Saddam több mint 1000 darabot vezényelt belőle a védelmi vonalra.
Több száz páncélos kocsi követte őket. Köztük a szovjet típusú BMP gyalogsági harcjárművek. A köztársasági gárda felkészült az amerikaiak fogadására. Az Egyesült Államok 7. hadteste egyenesen feléjük tart több száz M2-es Bradley gyalogsági harckocsival és több mint 1000 tankkal. Ezek közül az M1A1-es Abrams harckocsik a legerősebbek. Az Abrams fő fegyverzete egy 120 mm-es sima csövű ágyú. A páncélzata helyenként 60 cm vastag acél. A tömege másfélszerese a T-72-esének, viszont ugyanolyan gyors, ezáltal ez a világ legütőképesebb tankja. Február 25-ének estéjére a két páncélos erő már csak 14 km távolságra van egymástól. A 26-án kora hajnalban, talán fél öt vagy öt óra lehetett, már nem emlékszem pontosan, váratlanul új parancsot kaptunk. A parancs így szólt: megtalálni és megsemmisíteni a köztársasági gárdát. Valamikor késő délelőtt, kora délután eljutottunk oda, hogy nem láttunk messzebbre 20-25 méternél. Megkapjuk a támadási parancsot azon ellenség ellen, amelynek a legyőzésére kiképeztek, és a látási viszonyok rettenetessé válnak. Az Abrams azonban ekkor is kész a bevetésre. A hőérzékelő rendszerének köszönhetően képes azonosítani a potenciális célpontokat a legrosszabb körülmények között is. Vonulunk előre a korlátozott látási viszonyok közepette, amikor egyszer csak mozgást észlelünk. A térképen csupán a 73-as keleti vonalnak nevezett területhez közeledve az amerikaiak a Tavakalna hadosztály előőrsével találták szemben magukat. Az őrsöt tankelhárító fegyverekkel és gránátvetőkkel felszerelt egységek védték. Ekkor ért minket először ellenséges tűz. Nem vettük észre, hogy az ellenséges álláshoz vezető úttal párhuzamosan haladtunk. Hamarosan kezdetét vette a keleti 73-as ütközet, a 20. század utolsó nagy tank csatája. február 26-a. Két nap telt el azóta, hogy az amerikaiak által vezetett nemzetközi csapatok megtámadták Dél-Irakot, hogy kiűzzék az iraki sereget a szomszédos Kuwaitból. Válaszlépésként az irakiak új védelmi vonalat hoznak létre, amelyen felsorakozik Saddam Hussein elit seregének, a köztársasági gárdának öt hadosztálya, köztük a Tavakalna hadosztály. A 73. keleti vonaltól valamivel nyugatra az amerikai 2. páncélos hadosztály által vezetett nemzetközi erők szembe találkoznak a köztársasági gárdával. Ekkor ért minket először ellenséges tűz. 9 tankunk felsorakozik, és mindannyian célba vesszük a falut. Kiadom a tűzparancsot. Falu, egyenesen előttünk, szemből, egy sorozat híd parancsra, ha kész, jelent. Ez azt jelenti, hogy mindenki betölt egy-egy híd rakétafejet és céloz. Amikor ezzel megvan, jelenti, majd parancsra egyszerre adjuk le a 9 ágyú lövést a célpontra. Előbb leadok egy lövést, hogy megjelöljem a célpontot. Jelentik, hogy készen állnak, én kiadom a parancsot, és a 9 lövedék egyszerre csapódik be. Ezután azt a parancsot kapom, hogy vonuljunk tovább. Ekkor az a zsigeri érzésem támad, hogy hamarosan összecsapunk az ellenséggel, ezért úgy döntök, hogy tankformációban haladunk tovább.
Ez azt jelenti, hogy az Abrams tankok ék alakban haladnak elől, így védve a sebezhetőbb Bradley harckocsikat. A legnagyobb ágyúk mind előre szegeződnek, és készen állnak a tüzelésre. A tankon felér a dombtetőre. Ne feledjük, hogy homokvihartomból nem látni túl messzire. Ám ekkor, mintha elült volna a homokvihar. Amint túljutottunk a dombon, olyan érzésünk volt, mintha elhúztak volna egy függöny. És ott volt előttünk az ellenség védelmi állása. A domb túloldalán vártak ránk, mivel így tudták minimalizálni az időt és a távolságot, amely az ellenség jelen esetben a mi rendelkezésünkre állt ahhoz, hogy megkezdjük a támadást. Pehükre nem számoltak az M1-esek fejlett optikai és irányzó rendszerével, amely megfosztotta őket a remélt előnytől. 8 ellenséges tankot láttam, amikor kiadtam a parancsot. Tűz, tűz! Az volt a terv, hogy kilőjük a híd lövedékeket, a következő körben pedig páncéltörő lövedéket töltünk be. Az Abrams tankokat kétféle nagy sebességű lövedékkel szerelik fel. Az egyik a nagy sűrűségű, gyengített uránnal ellátott páncéltörő lövedék. A másik pedig a HEAT, azaz nagy robbanó erejű tankelhárító lövedék, amely szintén képes áttörni a nehéz páncélzatot. Az első tankokat HEAT lövedékekkel lőttük. Az első találat kirepítette a parancsnokot a tankból, a második robbanás pedig teljesen letarolta a tornyot. A lövészem balra fordul és eltalál még egy tankot. Már kilőttünk 3 tankot, amikor a harckocsijaink elérték az aknamező szélét. Jobbra néztem, és McMaster tankja előtt attól kissé balra robbanásokat láttam. Nem tudtam volna megmondani, hogy aknák robbantak-e, vagy ismét lövések keresztüzébe kerültünk. A lövészem Dewey Jones kikémlelt, majd felkiáltott: Atyaég! Ezt nézd meg! Look at this. Azonnal odafordultam, és én is kinéztem. Azt mondtam, na igen, ez már valami. Akkor először elismeréssel adóztam az ellenségnek. Egy egész sor tankot láttam. 10-15-öt. Ott álltak pontosan előttem. És jól látszott, hogy a tankok ágyúcsöve mozog. Mivel ezek kézi irányítású T-72-esek voltak, elképzeltem, hogy a szegény gárdások odabent majd belegebednek, ahogy igyekeznek felénk irányítani az ágyúkat. Aztán egyszer csak a tankom aknamezőre ért. Az akna alaposan megrázta a 70 tonnás tankot. Tűzgolyó vett minket körül. Az ereje a padlóra taszított. A tankvezető igen kemény gyerek volt. Annyit kérdezett, mi a fene volt ez? Azt mondtam, ne törődj vele, csak vezess tovább! Amikor átértünk az aknamezőn, jó néhány tank állt előttünk. A lövész azt mondja, tankokat látok pontosan előttünk. A tank tényleg ott állt, ránk szegeződő ágyúcsővel, és a lövész megkérdezte, uram, lőhetek? De tényleg, mire én? Az Isten szerelmére, lőj már! Becéloztuk a következőt, és lőttünk. Mindeközben láttam, hogy a sas alakulat nagy mennyiségű harci járművet vett tűz alá. Nagy volt a kavarodás az irakiak részéről, mert fel se tételezték, hogy tankok támadhatják meg őket. Azt gondolták, ez csak légi támadás lehet. Miután összeállt nekik a kép, akkor is időbe telt, mire bemásztak a tankokba. Nem számoltak azzal, hogy az amerikaiak ennyire gyorsak. Az amerikai páncélosok gyors támadásokat hajtottak végre, ami zavart keltett az irakiakban. El sem tudták képzelni, hogy ilyen nagy és erős páncélos egység ilyen gyorsan képes mozogni.
Ezt a taktikát még Rommel, a második világháborús német tábornok fejlesztette ki. Az M1A1-es Abrams tank ideális az ilyen hadviselésre. Az ágyú a célponton marad a stabilizációs rendszernek köszönhetően. A tank mozoghat, akár buckákon is áthajthat, és közben lövéseket adhat le. Amit ez a 70 tonnás monstrum eltalál, abból nem sok marad. Egy ilyen találat után az ellenség képtelen talpra állni. Akkora már bevettük a parancsnoki állásaikat, és megindultunk a gépparkjuk felé. A tankjaik a szokásos, a szovjetek által leggyakrabban használt körkörös formációban álltak. Ez jó is lett volna, de mi túl gyorsak voltunk. Nem tudtak idejében kimozdulni a formációból. Ránéztem egy ellenséges tank parancsnokára, aki a válla fölött visszanézett rám. Láttam az arc kifejezését. Egészen közelről lőttük ki azt a tankot. Nem volt egyértelmű, hogy a célpontba becsapódó lövedék robbanását, vagy a saját torkolati tűzünket látjuk. Hatalmas fémdarabok és kék szikrák repültek mindenütt. Aztán odaért a többi tankunk is, és megsemmisítettük az állást. Az irakiak kiváló védekező állást vettek fel. Egy domb túloldalán vártak ránk, volt komoly fegyvertáruk és gépparkjuk, készítettek ellentámadási tervet, aknamezőt telepítettek, amivel feltartóztathattak minket. A támadásunk azonban meglepetésként érte őket. Az irakiak erőfeszítései ellenére a SAS alakulat beveszi a védelmi állást. Megsemmisítenek 50 tankot és páncélos járművet. Ez volt a nyitánya annak a sokkal dühösebb tankcsatának, amely hamarosan kezdetét veszi egy sokkal nagyobb fronton. 8 kilométerre északra a második páncélos felderítő ezred szellem alakulata lassan halad előre a vakító homokviharban. Megszakadt a kapcsolatuk a SAS alakulattal. A szellem alakulat parancsnoka két könnyű páncélos Bradleyt küld ki azzal a feladattal, hogy állítsák helyre a kapcsolatot. Mondtam a tankvezetőnek, hogy lassítson, mert apró mozgó objektumokat látok. Nem tudtam, mik lehetnek. Rögtön arra gondoltam, hogy harci járművek. A feladatom az volt, hogy létesítsek kapcsolatot a sasokkal. Lehet, hogy ők vannak előttünk, de az is lehet, hogy nem. Egyszer csak látom, hogy rengeteg ember emelkedik ki a földből. Aztán meglátjuk a dízel felhőt, és rögtön azután egy behemoth monstrumot. Egy T-72-es tulatott ki egy mélyedésből. Ó, ez szerint ellenség. Hirtelen megélénkül minden, forognak a tanktornyok, én meg a fenébe, hol van már a SAS alakulat? február 26-a 16 óra. Az Egyesült Államok második páncélos felderítő ezredének SAS és szellem alakulata elszakadt egymástól egy homokviharban. A szellem alakulat két Bradley típusú harckocsiját azzal a feladattal küldték ki, hogy létesítsen kapcsolatot a SAS alakulattal. A küldetés teljesítése közben egy T-72-esekből álló iraki páncélos egységbe botlottak. Azt mondtam a tankvezetőnek, hogy hajtson fel egy buckára. Egyszer csak megáll. Tank előttünk. Mire én tudom, látom. Erre ő. Nem. Egy tank van közvetlen előttünk. Tudom. Nem érti, uram. Egy tank van közvetlen előttünk. Felkelek, kinyitom a toronyajtót. Lenézek, és nem hiszek a szememnek. A következő történt. Nem vettem észre, hogy az a bucka, amelyre felküldtem a tankvezetőt, valójában egy T-72-es volt. Megragadtam a kézi irányzékot, és elfordítottam az ágyúcsövet. Azt mondtam, mi felderítők vagyunk, nem vívunk nyílt tankcsatát, ehhez erősítés kell. Hirtelen megélénkül minden. Forognak a tanktornyok. Én meg a fenébe. Hol van már a SAS alakulat?
Tolatunk, de eltűnődöm. Innen hová mehetnénk? Azt mondtam, őrmester, kilőjük a tankot. Az irányzóm tehát célba veszi a T-72-est, amely az oldalát mutatja felénk. Azt mondom, lövész, célpont a tank, tőlünk jobbra és előre. Erre ő, nem látom pontosan, a sasok is lehetnek. Megkérdem, mi az, hogy nem látod, akkora, mint egy ház? Hogy lehet ezt nem látni? Célos szűrő nélkül. Így is tesz. Leveszi a hőérzékelőt, és azt mondja, azonosítottam a T-72-est, erre én tűz. A Tau páncéltörő rakéta a Bradley legerősebb és legfontosabb fegyvere. Akár 3000 méteres távolságban lévő célpont is célba vehető és megsemmisíthető vele. Ekkor látom, hogy vagy 8 tank található a közvetlen közelemben. Azt gondolom, ezek a fickók most már tudják, hogy itt vagyok, és alaposan be vannak rám rágva. Azt mondom a lövésznek, célpont a tank. Erre ő, bemérve. Mire én tűz. Ezután látok egy felénk tartó lövedéket, épp hogy elkerül az ágyúcsövünket. És a homokban landol. Azt mondom, elvétettétek. Mellé. Ekkor a csapattársam a másik Bradleyből kilő egy rakétát, és megsemmisíti az engem becélzó monstrumot. Ekkor tudatosult, hogy kilőttük a két-két rakétánkat, viszont vagy 8 T-72-essel nézünk farkas szemet. Meriwether őrmester azt mondja, újra kell töltenem. Azt felelem, rajta, addig fedezünk. Azt mondtam, történjék bármi, lőni fogunk, amíg van mivel lőnünk. A 25 mm-es gépágyúval vettük célba a tankot, de a lövedékek lepattantak a toronyról. A lövészem felkiáltott. Lepattannak róla, lepattannak, csak csiklandozzuk. Arra gondoltam, inkább velünk ütközzenek, mint a csapattársammal, aki szinte védtelenül állt. Azon tűnődtem, vajon meddig tart az iraki lövésznek, hogy kilőjön, miközben én itt ücsörgök, és egy gépágyúval csiklandozom. Az M2-es Bradley felderítő harckocsi. Arra tervezték, hogy mozgékony legyen, nem arra, hogy közelharcban vegyen részt. A 25 mm-es ágyúja nagy robbanó erejű lövések leadására képes, ám a sebesség és a hatótávolság növelése érdekében mindössze 2,5 centis páncélborítást kapott. A Bradley nem ellenfél a nagy erejű T-72-esnek. A másik Bradley ekkor jelenti, hogy kész a töltéssel. Szinte azonnal leadott egy lövést a rám célzó tankra. Megmentette az életemet. A csatamező füstjéből és a homokviharból ekkor előbukkannak a sas alakulat Bradleyei. Lassan közelednek jobb felől. Az egyik mellém áll, és a parancsnok torka szakadtából azt kiabálja. Tankok előttünk! Mondtam, tudom! Néhány perc leforgása alatt Haynes és csapattársa 5 T-72-est semmisített meg. Ez csupán egy megerősített védelmi állás volt az iraki védelmi vonalon, amely 90 kilométer hosszan húzódott, és helyenként 10 kilométer mély. Északon a szellem alakulat tovább vonult előre a homokviharban, nem is sejtve, hogy pillanatokon belül összetalálkozik az iraki fővédelmi erőkkel. Lassan vonultunk előre, ami azt jelenti, hogy lényegében lépésben. A tankokon ugye lánctalpak találhatók. Annyira lassan haladtunk, hogy éreztük, ahogy a lánctalp lemezei sorra egymás után érintik a talajt. Amikor egy kissé változott a szélirány, egyszer csak láttunk valamit magunk előtt.
Hirtelen fejek bukkantak elő, mint kiderült egy bunkerből, mivel nyilván megérezték a páncélosok dübörgését. A bunkert nehéz felismerni, mert hideg, nem látja a hőérzékelő. Amikor azonban az emberek kijöttek, fehéren világítottak. Azt láttuk, hogy az egyik helyről rohannak a másikra. Csak egyre gondolhattam, ha kijönnek a bunkerből és egy másik objektumhoz szaladnak, az csak egy jármű lehet. A járművet ki kell lőni. Azonnal egy másodpercen belül ugyanezt tette a szellem hatos. Kilőttük a járművet, és az felrobbant. Az alakulat többi tagjai is hasonlókat láttak, mint én. Vagyis néhány másodpercen belül ők is tüzet nyitottak. Ott gomolygott az az olajos fekete füst, ami az imént kilőtt járműből csapott fel. Azt láttuk, hogy a füst mögött emberek nyüzsögnek, ezért felhívtam az alakulat parancsnokát, és azt mondtam: Uram, van valami a füst mögött, szerintem nem csak egy jármű állt ott. Engedélyt kérek arra, hogy közelebb menjek. Azt mondtam: rendben, menjetek csak. Négy tankunk elindult hát, és eltűnt a fekete füstben. Aztán kezdetét vette az Armageddon. Azt látom, hogy záporoznak a lövedékek. Nem tudom, hogy a mieink lőnek, vagy őket lövik. Próbálom elérni Andy-t a neten, miközben figyelem az eseményeket, azon gondolkodom. Na, százados, most mit csinálsz? február 26. 16 óra 30 perc. Délkeleti Irak ember nem járt a sivatagában, kegyetlen tank csata veszi kezdetét. Az Egyesült Államok második páncélos felderítő ezrede és az iraki köztársasági gárda gépesített Tawakkalna hadosztálya között. McMaster százados és a SAS alakulat már megsemmisített egy T-72-es tankokkal megerősített védelmi állást. Hamarosan Andy Kilgore hadnagy és a szellem alakulat tagjai is átesnek a tűzkeresztségen. Abban a pillanatban a 7. hadtest 4 M1-es Abrams tankból állt. Mögöttem volt vagy 110 000 katona, de előttem nem volt senki. Amikor átjutottunk a füstön, előttünk mindenfelé irakiakat láttunk. Belül volt. Belépett a gyülekezési területükre. Ott volt belül az ellenség között. Mi más tehetett volna? Felnyitotta az ajtót és lőni kezdett. A T-72-es kiváló tank volt a maga idejében, de messze elmarad az M1-es Abrams-től, amely minden létező és elképzelhető kategóriában magasan túlszárnyalja. Az Abrams páncélzata ellenáll mindennek, amit egy T-72-es ki tud lőni, míg az Abrams lövedékei kettészelik a T-72-est, mint a kés a vaja. A szovjetek máshol helyezték el a fegyverkészletet, mint az amerikaiak. Ha sikerül eltalálni egy T-72-est, vagy bármely szovjet típusú tankot úgy, hogy a lövedékek felrobbadjanak, a robbanás ereje valósággal leszakítja a tanktornyot. A szellem alakulat elszánta magát arra, hogy addig lő, míg az ellenséges tankok meg nem semmisülnek. A T-72
Tavakalna hadosztály katonái azonban nem adják fel. Tudták, hogy ők a legjobbak, az irakiak elitje. Védték az állásaikat és a járműveiket. Keményen harcoltak. Nem adták meg magukat. Inkább az életük árán is folytatták a harcot. Sok esetben az amerikaiak kénytelenek voltak megölni egy-egy szakasz minden tagját, mert nem voltak hajlandók feladni a harcot. Egyszer csak azt láttam, hogy szinte a semmiből egy iraki ugrik a tank elé, kezében egy páncéltörő gránátvetővel. Talán ha 50 méterre lehetett a tanktól, amit közben becélzott. A tank lövésze persze nagyon ideges lett, amikor meglátta az egyenesen rászegeződő gránátvetőt. Nem töprengett, hanem egyszerűen megnyomta az indító gombot. Telibe találta egy hit lövedékkel. A 120 mm-es lövedék a mellkas közepébe csapódott. Az ember valósággal felrobbant. A lökés felemelte a testét és elsodorta, mint egy falevelet. Néhány perc alatt Kilgore hadnagy csapata megsemmisít 4 tankot és 9 páncélos járművet. Amikor megsemmisítette minden járművet, felvettem a kapcsolatot a parancsnokkal, aki türelmetlenül várta a jelentésemet. Elég dühös volt rám, mert várnia kellett a soros jelentésre, én meg pár percig mással voltam elfoglalva. Azt mondtam, ha még egyszer ilyet művelsz, én magam lőlek le. Így utólag bebizonyosodott, hogy jól döntött. Pontosan ezt kellett tennie, mert előnyt tudott kovácsolni abból, hogy az ellenséget meglepetésként érte a támadás. A súlyos veszteségek ellenére az irakiak nem adták fel a harcot. Sőt, ellentámadást indítottak, hogy megállítsák a szellemalakulat előre nyomulását. Amikor elértük a keleti 73-as vonalat, akkor kezdődött a támadás. Ott ülök, és minden figyelmemet a rádióra összpontosítom. Tehát eszeveszettül koncentrálok, amikor egyszer csak a padlón találom magam. Mi a fene történt? Ránézek a lövészemre, aki láthatólag ordít velem. De egy szavát se hallom, mert rajtam van a fejhallgató. A rádión keresztül végre megkérdezem tőle, ezt meg miért csináltad? Azt feleli, tűzőrségi támadásért a lövedékek közvetlenül mellettünk csapódtak be, és te észre sem vetted. Hűz és bámulsz ki a járműből. Tényleg nem láttad a lövedéket? Azt feleltem, fogalmam sem volt róla, mi történik. Ugyanis minden figyelmemet a rádióra koncentráltam, csak arra figyeltem, hogy mi van a többiekkel. Ennyire intenzív a helyzet. Az ember azt teszi, amit kell. Látták, hogy megtámadjuk az egyik szárnyukat. Ezért megpróbáltak kitörni, és ők kezdeményeztek támadást. Ebből az sült ki, hogy láttuk, amint a sziluettjeik elvonulnak előttünk. Amikor lövészgyakorlaton a mozgó célpontra való lövést gyakoroljuk, az pontosan ilyen. Ezen a ponton a következőt tettük. 2 tankot adtam a felderítőknek, akik pedig 2 Bradleyt adtak a tankegységnek. Sartiano tehát az Abramsekből és a Bradleykből vegyes harci egységeket hoz létre, így optimalizálva a célpont meghatározást és megsemmisítést. A Bradleyk kiváló irányzórendszerrel rendelkeznek, könnyen meghatározzák a célpont helyét az Abramsek számára, amelyek aztán a nagysebességű 120 mm-es ágyúikkal 4 másodpercen belül képesek halálos csapást mérni. Képzeljék el, hogy valami, ami olyan, mint egy grapefruit, repül 3000 métert, és becsapódik valamibe, ami akkora, mint egy furgon. Hihetetlen. Három kilométerre lévő célpontokat lőttünk, és közben mi ránk is lőttek. Emlékszem, Jeff Garvik egyszer csak azt mondta, hogy Moller őrmestert eltalálták. Hirtelen az egész alakulat elnémult. Egy olyan járműről lőhették meg, amit már eltaláltunk.
Nem hiszem, hogy akkor még sok épiraki jármű lett volna. Arra tippelek, hogy egy BMP volt. Amit eltaláltunk, az irakiak elhagyták, de mivel nem robbant fel és nem égett ki, visszatértek rá. A BMP egy gyalogsági könnyű harci jármű, hasonló a Bradleyhez. Egy nagysebességű szevott lövedék könnyen feltöri a páncélzatát, de a fegyverei ettől még akár működőképesek is maradhatnak. A 76 mm-es félautomata ágyúja képes feltépni egy Bradleyt. Jeffrey törzsőrmester volt a Bradley parancsnoka. Azt mondta, Andy megfordult és megkérdezte, mi a fene volt ez. Ekkor érte a kocsit a második találat, ami Moller őrmester halálát okozta. Az egész alakulatot megviselte Moller őrmester halála. Nem volt idő keseregni. Inkább erőt gyűjtöttünk a történtekből. Azt mondtuk, egy társunkat megölték, de nekünk harcolnunk kell. A harc még nem ért véget, a közepén járunk, most nem csüggethetünk. A keleti 73-as vonalnál lezajlott csata alig 90 percig tartott. Az amerikaiak egy embert veszítettek, és 12-en sebesültek meg. Az irakiak vesztesége azonban hatalmas volt. A Tawakalna hadosztályt elsöpörte az amerikai 7. hadtest. A Tawakalna hadosztály több ezer katonája vesztette életét. A csata kezdetén úgy 200 tankjuk lehetett, de alig 200 maradt használható utána. Miután az ütközet véget ért, hadifoglyokat ejtettünk. A taktikai parancsnokság egyik Bradleyébe raktuk őket. Aztán bezártuk a Bradley ajtaját, meglátták, hogy ott lóg a falon Rommel tábornok fényképe, akinek a taktikai tudását csodáltuk. Az iraki parancsnok tökéletes angolsággal megkérdezte, miért van a második világháborús ellenségeteknek a fényképe a Bradleyben. Erre visszaszólt hátulról az egyik közlegény. De csak fogd be a szád, ha egy kicsit többet olvastál volna Rommelről, most nem kellene itt ülnöd a kocsimban. Az amerikai győzelemnek és ennek az elsöprő győzelemnek az oka abban keresendő, hogy az Egyesült Államok minden elképzelhető előnnyel rendelkezett Irakkal szemben. A modern háborús technika lehetővé teszi, hogy oda menjünk, harcoljunk és elsöprő erejű pusztító csapást mérjünk az ellenségre. Valószínűleg ez volt a 20. század utolsó nagy tankcsatája.